Nagyon köszönjük, hogy neveztél a rajzpályázatra, és hogy olyan szép rajzot készítettél, és fogad tőlük ezt a kis ajándékot, jó? A 6 éves Kréling Tamás örömmel vette át Kégy polgármesterétől azt az ajándékot, amit az anyák napi rajzpályázaton való részvételéért kapott. Az óvodás kisfiú édesanyját tulipánok között a természetben ábrázolta. Ezt ismerte el a község polgármestere egy kis csomaggal. Hú, mire fogod ezeket használni majd? Be fogok majd rajzolni, és... Színezni, ki fogod színezni, igaz? Szeretsz rajzolni? Igen. Az anyák napjára meghirdetett rajzpályázaton minden korosztály tagjai képviselhették magukat. Életkoruknak megfelelő ajándékra számíthattak munkájuk elismeréseként. Az óvodások színeszteruzából, zsírkrétából, színezőből, a kisiskolások írószerekből, könyvből álló ajándékcsomagot kaptak. A pályázó 10 gyereknek a csomagot személyesen adják át az önkormányzat munkatársai. A koronavírus járvány miatt nagyobb ünnepséget nem tudtak tartani. A község önkormányzatát éppen a járvány motiválta a pályázat kiírására. A pandémia alatt mindenki megpróbál a programokat szervezni a lakosság számára, a gyerekeknek, felnőtteknek, ki mire gondolt, és ebből az ötletből merítve a Gyermekmosoly Alapítványa, a Kégy Község Önkormányzata úgy döntött, hogy anyák napjára szervez egy rajzpályázatot az Én Anyukám címmel. A kétyi önkormányzatnál már most azon gondolkoznak, milyen témájú műveket várnak majd a következő versenyre. A község vezetése a rajzpályázatból ugyanis hagyományt kíván teremteni.